Ezt a kezdeményezést az elmúlt évben indították útjára, amelyben szekszárdi és környékbeli alkotókat szólítanak meg egy csoportos kiállítás megvalósítása céljából. Ez az összefogás nagy sikernek örvend, mellyel a közösségi értékteremtésnek szeretnének kedvezni. Ugye ez a Szüreti Fesztivál jegyében van ez a kiállítás, és nyilvánvaló, hogy akkor ilyen jellegű, tehát van egy szekszárdi tanyám, és összecsendül két pohár, tehát két boros pohár egy asztalon, egy fehér és egy vörös boros pohár, ezt a két alkotást hoztam. A kiállítás célja továbbra is, hogy a szekszárdi dombvidék gazdag hagyományait és varázslatos tájait ábrázolja a művészet által. Ez egy olyan kiállítás most itt a Babits Mihály Kulturális Központban, amely nem tekint vissza hosszú évekre, hosszú hagyományra, ugyanis tavalyi évben indítottuk el ezt a fajta ötletet, hogy a város legnagyobb ünnepe kapcsán, a szekszárdi születi napok rendezvénysorozata révén hozzunk ide egy olyan autentikus kiállítást, amely tényleg a szüretről, a borról, a szőlőről, a csodálatos lankás dombokról, az itteni táj szépségeiről szól, és szólítsa meg azokat a helyben és a térségben élő művészeket, akivel mi évtizedes kapcsolatban állunk a művészeti tevékenységük révén. Összesen 30 alkotó művei csodálhatóak meg a tárlaton, ahol a képzőművészet minden ága megjelenik a vinorellektől, a klasszikus pasztelltől, a grafikai műveken át az olajfestményekig. Fantasztikusak a képek, megnéztem őket, és azt tetszik nekem, hogy ilyen nagy művészeti élet folyik itt. A város mint egy saját magából hoz ki ilyen művészetet, ami egy rendkívüli dolog. A művészet maga mindenhol megjelenik a Földön, meg a világegyetemben, ahol emberek vannak. És hogyha itt körülnézünk és nézzük ezeket a képeket, akkor azt látjuk, hogy itt egy nagyon intenzív, érdeklődő, nyitott közösség él, akik szeretik az életet, szeretnék megérteni az életet, és ezt valamilyen módon műalkotásokban manifesztálják. Ez azért nagyon nagy dolog, mert tulajdonképpen amit itt most látunk, ezt majd 100 év múlva is látni fogják, és látni fogják az emberek, hogy milyen volt 100 évvel ezelőtt, vagy akár még később időkben ebben a városban élni. Úgyhogy ez egy nagyszerű kiállítás, és nagy örömmel vagyok itt, hogy találkozzak a művészekkel, illetve néhány szót szóljak a kiállítás előtt. A Szüreti Napok kísérő programjaként a tárlat bemutatja a különböző művészeti ágakon keresztül azokat az értékeket, amelyekre többek között büszkék lehetünk. A borvidék természeti adottságait és a benne rejlő hagyományokat, a szőlőt, mint a minőségi borok legfontosabb összetevőjét, és a szüreti mulatságokat, amik mind a város közismert jellegzetességei.